Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a mai zenelőadáson. Köszönöm, hogy eljöttetek, és köszönöm a házigazdáinknak, hogy az itteni megjelenés lehetővé tették. Egy rövid bevezető után mód nyílik kérdésre és válaszra az zen gyakorlatot illetően. És az egyik legnagyobb feladat, hogy van egy 2500 éves buddhista hagyományunk, van egy 1700 éves koreai zen hagyományunk, számos pátriárkával, több tucattal, számos könyvtárnyi könyvvel, és az igazi kérdés az, hogy ez nekünk mit segít? Tehát mire jó ez az egész? A 21. században mit tudunk ezzel kezdeni? És azt hiszem, hogy ha elvárásoktól mentesen és őszintén elolvassuk a hagyományt, megismerkedünk a hagyománnyal, akkor ez a hagyomány egyszer csak nyitottá, művelhetővé és relevánssá válik. Az igazi kérdés az, hogy mi mit szeretnénk. Ha jobban magadban nézel, nincs semmi, amit ne tudnál valamire használni. De az igazi kérdés az, hogy tudod-e, hogy mit akarsz? Az nem az éntelenség egy foka, hogy nem tudod, hogy mit akarsz. Az tétovaság. Az nem az éntelenségnek egy foka, hogy belül nem látsz tisztán. És pontosan ezen tisztánlátás hiánya az, ami a hagyományt szükségessé teszi. A Buddha ezt a tisztánlátást, ezt vidyának, vagy látásnak hívta. Ebből a vidyából lett a videó, vagy vidére szó, ugye? Fordított sorrendben. És a nem látást pedig avidyának nevezte. És ettől a nem látástól szenvedünk mi, mert összecseréljük igazi önmagunkat azzal az egoitással, amit a vizuális látásból, hallásból, szaglásból, tapintásból, gondolkodásból, érzelmekből, cselekedetekből és beszédből rakunk össze. Ennek az énségnek, az érzékszervi énnek az érzete az rendkívül konkrét. Ezért is szeretünk megszületni, mert a testi lét az nagyon konkrét. Vizet iszol, és érzed, hogy ott a víz. És hogyha az emberrel történik valami, akkor az rendkívül konkrét, mert veled történt meg, egyénileg. Robival, Willivel, Misivel, Janival, Verával, bárkivel, érted? És ez a konkrétság az, ami nagyon-nagyon csalóka. Attól, hogy konkrét, attól még nem biztos, hogy állandó. Attól, hogy konkrét, attól még nem biztos, hogy minőségi. Attól, hogy konkrét, az nem jelenti azt, hogy ne függne valami mástól. Ismerős? Ez a reklám. A reklám nagyon konkrét, és a mögötte levő fogyasztói társadalom is nagyon konkrét. Az az erő, ami megteremti a materiális világot, az is nagyon konkrét, de ebben nem lehet menedéket venni. Meddig tudsz egy terméket használni? Mennyi a jótállás rá? Mennyire számíthatsz rá? És a materiális piaci fogyasztói társadalom nem rossz és nem jó, csak nagyon az állandótlanságra, a múlékonyságra, a tervezett avultatásra van kihegyezve. És hogyha belekeveredünk és ragaszkodunk hozzá, akkor mi is belekerülünk ebbe a tervezési ciklusba, hogy minket is megterveznek, mint egyént legyártanak, lásd meg a társadalmi rendszereket, neveltetés, munka, egészségügy, oktat, stb. És minket is terveznek. És van egy avulási ciklusunk, és a végén már csak gyógyszert szedünk, és utána szevasz. Az igazi kérdés az, hogy így kell-e élni. Tehát ilyen bizonytalanságban, ilyen függésben, ilyen mulandóságban kell-e élni. És a válasz az, hogy ha az érzékszervi tartalmakhoz ragaszkodsz, akkor ilyenben élsz. Mindig is ez volt, csak a korábbi társadalom típusok, azok lassúbbak voltak. Nézzük, hogy egy háború előkészítéséhez mennyi kellett Nagy Sándor idejében, és most. Vagy a római birodalomban, aztán Habsburgéknál, aztán pedig a modern, ugye a 20. századi kultúrákban. A háború előkészítése az így zsugorodott lefele, mint idő,
És így ment fölfelé, mint materiális koncentráció, hogy mennyi fegyvert, mennyi pusztító erőt tudtak megmozdítani adott időegység alatt. Nem változtunk, csak felgyorsultunk. Tehát hogyan lassítasz le? Hogyan állítod meg a tudatnak ezt az ideges rezgését, hogy egyszerre 6 dologra és 10 emberre kell figyelned? Egyszerre 30 számlát kell kifizetned? Egyszerre 20 adónemet kell befizetned? Tehát hogyan állítod meg ezt az entrópiát, ezt a széttagoltságot? És a válasz 2500 éve és 1700 éve és itthon 20-30 éve az, hogy ezt a pillanatot tisztítsd le. Állítsd meg a tudatnak ezt az állandó, majomszerű cikcakban ugrándozását, és nézd befele, ahelyett, hogy a 10 000 külső dologban keresnéd a megoldást. És hogyha ezt megmered tenni, ez bátorság kell, akkor a tudatnak a belső tere elkezd letisztulni. És nem egy ilyen harctéri roncstemetőhöz hasonlít, hanem egyszer csak észreveszed, hogy belül megnyugszol. Ha a tudat megszűnik rohangálni jobbra-balra, és kívül keresni a megoldást, akkor belül önmagadban rájössz, hogy van valami, ami nem jön és nem megy. Nem ugrándozik jobbra és balra. Nem jó és nem rossz. Nem keletkezik és nem szűnik meg, és nem stresszelhető. Nem helyezhető nyomás alá. Az érzelmeid, a gondolataid, az egzisztenciál nyomás alá helyezhető, de az igazi éned nem. De pont ez az igazi én, az igazi önvalónk az, ami ezt az egészet vezérli. Ami a tapasztalásba belemegy, ami ezt a testet fölvette. És ez nem ellentmondás, tehát ne két tudatot képzelj el, az egyik az érzékszervi, a másik a nem érzékszervi, ez hiba. Az érzékszervi hatások önmagukban nem léteznek. Ez a külső héjazat. És belül benned van valami, amit hívhatunk igazi önvalónknak, de eredetileg nincs neve és nincs formája. A zenben csak így szoktuk érzékeltetni, hogy amikor ezt a hangot hallod, nincs gondolkodás, nincs keletkezés és nincs megszűnés. Tehát nincs énség vagy nem énség sem. És innentől kezdve van valami, ami nem szokványos. Ami még csak nem is olyan New Age-es. Tehát nem lehet Ryan rózsaszín mászt vonzani, és nem lehet azt mondani, hogy ettől te most boldog leszel, ha eddig más szertől nem lettél. Ez nem ilyen. Ez valami sokkal gyökeresebb, sokkal mélyebb, de mivel nem keletkezik és nem szűnik meg, nem függ senkitől és semmitől, ez ebben a pillanatban tapasztalható és élhető, ezért menedéket lehet benne venni. Ennek a menedéknek egy hármas kifejeződése van, a Buddha, a Dharma és a Sangha, a tanító, a tanítás és a tanítványi közösség. Miért fejezzük ki ezt az egy pontot három aspektusban? Azért, mert gyárilag mi és a világ ilyenek vagyunk. Az első az, hogy egy egyént keresünk, mint tanítót. És ez az egyén egy nagyobb közösségnek a tagja, tanítványi közösségnek a tagja. Tehát az egyet és a csoportot mi ebben az életünkben, mint ember, egyaránt tapasztaljuk. Nyugat egy picit az egyénre tette a hangsúlyt, Kelet egy picit a csoportra tette a hangsúlyt, de selejt mindenhol van, gyári hibák mindenhol vannak, magyarul a karma az mindenhol meghozza a magunk tökéletlenségét. Tehát nincs ideális társadalom, csak különböző módon felrakott struktúrák. Oké? Okay? És van valami, ami az egyén és a csoport közt, valamint az ember és a világ közt működni látszik. Azért látszik, mert először azt hiszük, hogy tőlünk független és objektíve létezik. Ez az ok és okozat törvénye. De az úton való haladásnak van egy ilyen nagyon fontos aspektusa, hogy ez az egész a tudatunk által teremtett dolog. És ebben a pontban nem különül el az objektív és a szubjektív, mint ahogy az ivás pillanatában én és a víz nem különülünk el, akkor egyé váltunk. Ezt az alkeszek nagyon jól tudják. Nem különültünk el. Hú, de jó volt. Ugye? És aztán az aláhullás. Tehát mindenféle ragaszkodásból
probléma származik, és ahhoz, hogy valami olyanban vegyünk menedéket, amelytől nem leszünk betegek és nem leszünk függők, ezért kell ezt a szellemi valóságot, ezt a tudati valóságot nagyon tisztán, salangmentesen kifejezni. Már így is sokat mondtam, de ma este mindenki éhes, nem csak azért, mert étteremben vagyunk, hanem azért, mert kíváncsi vagy. Tehát a kíváncsiság az a tudatnak az éhsége. És jó, hogy kíváncsi vagy, különben miért lennél itt? Akkor néznéd a tévéhíradót. Vagy a kereskedelmi csatornákat. Vagy a mozifilmet. Vagy a letöltött egyéb filmecskéket különböző hálózatokról. És most azért mondtam el ezeket, mert ezek azok a médiumok és lehetőségek, hogy a figyelmed kifelé forduljon tartósan. Ezekkel a csatornákkal nincs semmi baj, tehát kell a szabad sajtó, kell a szabad média, kell az összes internetes tartalom, de a viszonyod, a hozzávaló viszonyod, az nem mindegy. Magyarul, hogy te vagy a hálózatnak egy része, mint Maci a Matrixban, ugye? Vagy pedig te tudod a hálózatot működtetni egy teljesen kreatív és teljesen emberi nézőpontból és álláspontból. Tehát felgyorsultunk, mint emberiség, többen vagyunk, sokkal többen, mint 100 évvel ezelőtt. 1820-ban gyakorlatilag 1 milliárdan voltunk még mindig. És most már a hetet is túlhaladtuk úgy, hogy a megkétszereződés az elmúlt 50 évben jött létre. És egy ekkora buszban, hogy 7 milliárdan ülünk benne, régi fékrendszerrel, régi hajtáslánccal, de valami elképesztően erős motorral, nem úgy tűnik, hogy jó fele mennénk. Azért nem, mert kimerítjük nem csak a bolygónk erőforrásait, hanem a sajátjainkat is, és a saját lelkünkét is. Ha te magadat kimeríted, akkor nem tudsz segíteni másokon, akkor te szorulsz segítségre. Ha te vagy a probléma, akkor valaki más lesz a megoldás. Ha megoldássá érleled magad, akkor te tudsz másoknak segíteni, és ezt magadon kell kezdeni. Tehát mindenki azt gondolja, hogyha ugye más összetételű vezetést választunk, akkor minden más lesz. De aki eleget élt, az tudja, hogy ez nem így van. Tehát a felszín az változhat. A külső megoldások változhatnak, de a lényeg csak akkor változik, ha te megváltozol, és ehhez a saját lényegedet, a saját önvalódat kell elérned. És a hagyomány ennek az útja. Tehát azért élő, és azért jelenvaló, és azért releváns, mert ezt az önvalót, ezt folyamatosan újra és újra kell tapasztalnunk, és újra le kell választódnunk az érzékszervi hatásokkal való azonosulásról. Újra és újra meg kell szüntetni a ragaszkodásokat. És az az érdekes, hogy ha nem ragaszkodsz, akkor lehetsz lojális. Akkor tudsz igazából kapcsolatot tartani másokkal, akkor van igazi párkapcsolatod, hogyha nem ragaszkodsz, hanem lojális vagy. Hogyha az önállóságod is megvan, és az odafordulásod, segítőkészséged is megvan. Ezt hívják középútnak. Tehát nehogy azt higgyük, hogy a jó buddhista az ott lebeg az űrben, és mindenki más benne van a zűrben, és akkor megáll a szemöldökünk a tarkónkon, hogy akkor mi történt velünk. Tehát ott van mindenki körülöttünk, de valójában senkink sincs. Na, ez nem az az állapot, amit szeretnénk. Azt szeretnénk, ugye nagyon sok, hogy boldogok legyünk. Na de emberek, mi a boldogság? Hát nézzünk már vissza, hogy csak mi a saját életünkben hányszor váltottunk fogalmat? Hányszor cseréltük ki a boldogság fogalmát, akár emberi vonatkozásban? Jaj, ővele boldog leszek. 3 év múlva... Hogy válok el. Jó? És akkor a másik, hogy materiális úton megkaptam a kis 4 kerekűt, ez a világ legjobb járműve. 2 év múlva, atya világ, el kéne adni, de hát nem, senki nem veszi meg. Mert mástól lennénk boldogok. Emberi és anyag értelme egyaránt. Tehát ezek nagyon-nagyon-nagyon relatív fogalmak, és az a szerény javaslatom, hogy mindenki engedje, hogy a boldogság, meg a pozitívum, meg a jóság, tehát ez valami nagyobbnak és stabilabbnak a természetes mellékterméke legyen. Ha közvetlenül törsz a boldogság az állandó jó érzés elérésére, pillanatokat függő leszel valamitől, vagy valakitől. És a kapcsolatfüggőség az ugyanolyan rossz, mint hogyha valamilyen anyagtól, vagy komolyabb anyagtól függenél.
ugyanolyan típusú tud lenni. Jó? Tehát körbejártuk a hagyománynak és ennek a társadalomnak, a jelenkornak a működését nagyon vázlatosan, de csak azért, hogy gondolataid ébredjenek és fókuszálódjanak. Ha tényleg kíváncsi vagy, hogy az útra lépés mit jelent, az nem azt jelenti, hogy nagyon megváltozna a hajviseleted. Nem. Az azt jelenti, hogy az energiáidat és a figyelmedet máshova összpontosítod. Tehát ahelyett, hogy itt kell tenni állandóan feszültséget magadban és másokban, gyere vissza szépen köldökre, és földeld le magad. Így. Tehát akkor tartasz egy nagyon komoly kapcsolatot az univerzummal, hogyha főleg köldök csakrából dolgozol, és itt ki tud nyílni az intuíciód, ami pontosan ettől a nem tér, nem idő, nem keletkezik, nem szűnik meg típusú tudattól lesz intuitív. Nem mástól. Nincs intuíció tabletta. Ez nem így működik. És hogyha valóban értenénk a hagyomány működését, akkor nagyon valószínű, hogy művelnénk is, és ezek a dharma beszédek és a kérdés-válasz pontosan azért van, hogy értsd meg a hagyomány működését a te szempontodból. Tehát merj személyes lenni. Mert hogyha személyes leszel, tényleg, és látod magad, akkor előbb-utóbb őszinte is leszel magadhoz. Abba hagyod az öncsalás és az önsorsrontás rutinjait, és ebből következik, hogy áll máshoz se lész, jó Horáció. Ugye? Tehát elsősorban magunkon kéne kezdeni, és akkor nem rontjuk el mások sorsát, és nem hazudunk tudattalanul csípőből a másiknak, akár elhallgatással, akár ferdítéssel, akár egyéb színleléssel. Tehát most nézd meg, hogy ezt kifuttattuk egy komoly személy közötti kölcsönhatásra, kapcsolatra, társadalomban való működésre, családban való, kapcsolatban való működésre. És ezek mind-mind olyan természetes mellékhatásai a gyakorlatnak, amelyet nem lehet listázni és számba venni, de számodra megjelennek. Miért? Mert problémád van, mert kérdésed van, mert meg akarsz oldani valamit, vagy valakivel dűlőre szeretnél jutni. Tehát a hagyomány az nem egy ilyen muzeális, poros kis stílbútor, amit így, ja, jó buddhista lettem. Nem, ez nem így van. Állítsd meg a tudatodnak az állandó kinti keresgélését, a kérdéssel, hogy mi ez a lényeg, mi vagyok, fordítsd befelé a figyelmedet és az energiádat, és kezd el a nagy takarítást, ha akarod. Ha nem akarod, akkor ne takaríts. Várd meg, amíg lerakódik a guano, keményen, vastagon. És amikor már annyira büdös, hogy nem bírod, na akkor! Rendben, az lenne, igazából egy probléma lenne, szóval a figyelmemmel van probléma olykor, hogy leragad, vagy éppen előre megy, és gyakorlatilag a jelen pillanatra nem tudok sokszor fókuszálni. Tehát például egy párbeszéd közben akár egy szónál leragad, és ugye a párbeszéd, és hát amit mond az illető, az megy tovább. Viszont én leragadtam, vagy pedig előre mentem, hogy próbálom kitalálni, hogy mit akar mondani, vagy mi lesz. És az mondják, hogy a figyelmem össze-vissza ugrál sokszor, és hogy lehet azt fejleszteni, hogy gyakorlatilag mindig arra pillanatra, ami éppen van, arra figyeljek. Két eszközt ajánlok erre. Az egyik a saját légzés figyelése, főleg alhasi légzés, miközben beszélsz, és ezt meditációs gyakorlattal lehet nagyon szépen üresben, beszéd nélkül kigyakorolni. És utána a következő az a hangoknak a figyelése. Ugyanis a hangok is, meg a lélegzet is, az egy folyamat. Az ebben a pillanatban jelenlévő, akarod belépő és kilépő folyamat. Na most, ha ebben a folyamatban te benne maradsz, akkor nem fogsz leragadni a szavaknál, gondolatoknál, ilyen kis eseményeknél, és mindig ebben a pillanatban tudsz lenni akár a lélegzetet figyelésével, akár a hangok figyelésével, vagy esetleg mindkettővel. Ezt próbáld meg. Rendben, köszönöm szépen. Szívesen. És hogyha a hangokat tudod felfogni, akkor a gondolatokhoz nem ragaszkodsz, ha pedig elkezdesz ragaszkodni akár a saját, akár a beszélgető partner, partnerek mondandójához, akkor eltűnnek a hangok. Ezt a meditáció tárgyatlan állapotában pillanatok alatt megtapasztalod. Figyeled a hangokat, és mihelyt belül megszólal a kis rádió, elmennek a hangok. Egyszerűen nem hallod őket, mert a saját gondolataid lefedik a tudatod percepciós felszínét. Nincs tér. Ha nincs tér, nincs felfogás sem. Belső tudati térről beszélek.
Úgyhogy ez a két technika, ez szépen elkezdett kigyakorolni, ezek nagyon eszköztelenek. Nagyon eszköztelenek, és nem kognitívak, tehát nem gondolkodni kell hozzá, mert hogyha gondolkodni kellene, akkor elindít egy ellenirányú folyamatot, és a gyakorlatnak a kognitív eszköze, és a folytatandó beszélgetés csattannak ugyanabban a térben. És ez nem kell. Az kell, hogy egy olyan gyakorlatod legyen, amely ebben a pillanatban megtart, amely nem ellenkezik a gondolatfolyamatokkal, az érzelmekkel, stb. Stb. Hanem mindig nagyobbra tágítja a tudatterét, mint amekkora tárgy éppen előtte van. Most képzeld el, hogyha az autónak a kocsi szekrény, az pont akkora lenne, mint te. Beülnél és nem tudnál vezetni. Mert így rágyógyul a kaszni. És befértél, de semmit nem tudsz mozogni. A tudatunk az pontosan ilyen. Tehát beteszel egy tárgyat, egy párbeszédet, érzelmeket, gondolatokat, a múlt, a jelen és a jövő felfogását. Igen ám. De hogyha a tudatod tere nem nagyobb ennél, ezeknél a tárgyaknál, akkor nem tudod őket fölfogni. Akkor nem tudsz velük együtt mozdulni. Akkor leragadsz. Hát ezért a térnek mindig nagyobbnak kell lenni, mint a tudat tárgya, és ehhez kell a lélegzetnek és a hangoknak a gyönyörű gyakorlata, mert ez a percepciós gyakorlat, a felfogás tiszta gyakorlata, ez a tudat terét kitágítja. Ezért mondjuk azt, hogy meditáció alatt te ne gondolkodj tudatosan, mert épp elég a zaj. Oké? Igen, köszönöm szépen. Szívesen. Más kérdés? Az ember csinálja a dolgát, munkahely, család, élet, stb. Kisbolt, bármi. Van kisbolt? Van kisbolt. De jó, hónap megyek vásárolni. Igen? És amikor az én konkrét élményem, hogy mikor egy pár napig rám jön az a érzés, hogy mondjuk nem kell menni, elég kötetlen a munkahelyem, rugalmas, hogy mondjuk egy pár napig nem vagyok a munkahelyemen, szinte otthon a négy fal között. És azt mondd meg nekem, légy szíves, hogy nyilván az embert kevesebb inger éri. És van egy olyan érzésem, minthogyha a lakásomon kívüli életemben boldogabb lennék. Ezt tudom, hogy ez egyfajta viszonyítás, egy ilyen relatív szomorúság az, amit otthon egy pár nap után elkezdek érezni. Vannak gyerekeim, meg tehát van zizegés körülöttem. Valahogy egy lecsöndesedett, egy nyugalmi állapot, abszolút, tehát nem rossz értelmű szomorúság, de mégis egyfajta ingertelenség, vagy nem tudom. Igen. Ezt szeretném megkérdezni, hogy ez mi vajon, vagy minek kell ezt értékelni, mert egy idő után ez egy kicsit nyomasztó. Hogy most lehet, hogy vissza kéne mennem a világba? Tehát egy ilyen... Írd le nekem az emberi kapcsolatok szempontjából az otthonod. Az emberi kapcsolatok szempontjából? Igen. Hazamész, és milyen emberi viszonyok várnak, vagy milyen emberi viszonyok hiányát érzed? Hát ezt most lehet, hogy nem mondanám itt ki. Akkor, amit nem nekem kell hallani, neked kell hallani belül. Ez az a pont, amiért így érzed. Mert nem tudtam, hogy ez egy normális dolog, hogy az ember önmagába marad, és egyfajta, tehát nem azt mondom, hogy ebben nincsen felemelkedett pillanat, de van egy relatív szomorúságérzés. És mi a szomorúságnak a gyökere? Uh-huh. Nem a megoldatlanság, a megrekedtség, a hiába valóság érzete? Nem kell konkrétumokat mondani, mindenki tudja a saját életéből, hogy ez hogy történik. Tehát nézd meg azt, hogy egy emberi viszonyrendszer hogy definiál egy teret, egy fizikai teret. Az atmoszféra, tehát ahogy te hazamész, és az a légkör, ami otthon van, az attól az emberi kapcsolatrendszertől olyan, amiben élsz, mint család, vagy élettársi viszony, vagy bármi.
vagy ezeknek a hiánya? Na, csinálj rendet. Meg lesz. Lehet a bódba is kezdeni. Leltár. Leltár miatt zárva. És akkor szépen polc, készlet, nézzék, kis tekercs a pénztárban, minden. Otthon ugyanezt. Lehet a külső formával is indítani, és utána kiakasztani a bejárati ajtóra oda, az egy leltár miatt zárva. Jó? Lehet, hogy már zárva is van egy kicsit. A te életed, nem szólunk bele. Más kérdés? Nekem az a kérdésem, hogy mi az üresség? Ha az ember megszólal, az is hiba. De ha most nagyon tisztán hallottad az óra ketyegését, akkor ez a csönd és az óra ketyegése együtt. Ez az. Tehát mi az, ami lát? Mi az, ami hall? Mi az, amiben megszólal az óra? Ez az ürességet nem lehet élő szóval elmondani, de most a botütésnél jobb volt az, hogy elcsendesedtünk, és mindenkinek így az óra az így betöltötte a figyelmét, mert nem szólalt meg más. Azt tud, hogy az ürességség, mint nyugati szó, az egy félfogalom. A sunyata eredetileg teli ürességet jelentett, vagy üres teljességet. Ezzel szeretném kiegyensúlyozni a fogalmi bázist mindenkiben, mert az üresség a nihilbe szokta taszítani az embereket, elkezdenek rajta gondolkodni, és meg lehet benne kattanni. Mert gondolattal nem tudod felfogni, és szépen üresbe jár, ugye? És ez a tudati rövidzárlat. Ne tessék az ürességen gondolkodni. Felesleges. Úgy se kapod meg gondolatokkal. Tartalmatlan gondolatoktól elkezd így dagadni a tudatod, és végül már senki és semmi nem fér bele, és hát általában kémiai eszközökkel szoktuk kijutni magunkból ezeket a terméketlen folyamatokat, valamilyen hormon vezérel döntés, vagy valami ilyen kémiai behatás, és akkor megszűnünk gondolkodni erről, mert rájössz, hogy terméketlen. Ugye? Tehát az ember ebben van egy egészséges életösztön, ami a hülyeségtől egy darabig óvja. És utána, hogyha még tovább, és még tovább, szóval jó van, barátom, nyugodtan. És akkor tudod, amikor ezt a furcsa ruhadarabot kihozzák, és nagyon barátságos, ilyen erős úriemberek így bekísérnek egy ilyen fehér autóba, akkor tudod, hogy valamit túl gondoltál. Tehát az ürességről ne gondolkodjunk, mert azzal nem érsz el semmit. Azzal a zéró tartalmú gondolatok így dagadnak. Képzelj el egy olyan számtanfüzetet, amiben csak a nullákat írja valaki. Az tragédia. Hiába írt el több füzetet, az nem számolás. Tehát nem ér el vele semmit. Úgyhogy a teli üresség, vagy üres teljesség, így a kétszer-két fogalom szépen ki tudja pányvázni a tudatnak ezt a kognitív egyensúly hiányát, hogy meg akar érteni valamit, amit nem lehet megérteni, csak tapasztalni. És a tapasztalat birtokában a szó is értelmet nyer, és a tapasztalat hiányában egyetlen egy fogalomnak sincs meg az értelme. Ezért mondta Hanvas Béla, hogy kétféle halott ember van. Az egyik, akinek a lelke eltávozott a testétől, és már nem térhet vissza, és a második típusú halott az, aki a szavak eredeti értelmét nem tudja. Egyéb kérdés? Zen tanítványok, tessék Hanvast olvasni, mert lánglelkű volt, és egy teljes szellemi felfrissülés. Kim van az életműsorozat? Tessék beruházni. Ugyanis a legjobb előtanulmány, most személyes a dolog, de ő nélküle én nem ülnék itt ebben a hacukában, mert az ő előtanulmánya volt az, ami számomra a belépő szintű megértés lehetővé tette. Ez nem azt jelenti, hogy Hanvas Béla belépő szintű tanítást adott, nekem annyi jutott el a zen kezdetéig a tudatomhoz. És azért kellene őt nagyon-nagyon komolyan művelni, hogy ne csak agyban tudjuk, egy nagyon szenvedélyes, lánglelkű, spirituális fákja. És mutatja az utat,
De ha te nem gyakorolsz valamit, akkor nem tudod feldolgozni, megemészteni és végső soron leszűrni azt a bölcsességet, amit ő beletett. Akkor csak olvasod a mondatokat, és valamit értesz. De amit ő beletett, azt nem tudod kivenni, vagy csak egy töredék százalékban. Tehát én 20 év után elkezdtem újraolvasni őt, és esek le a székre. Sokkal többet mond, mint 20 évvel azelőtt. És már 20 éve azt hittem, hogy ez a csúcs, tehát ennél többet magyarul nem írtak le a spirituális útról eredetiben. Ugye ezért érdemes vele foglalkozni, most nem akarok ilyen kötet címeket mondani, de érdemes mondjuk a Sciencia Sacránál kezdeni, és a Magyar Hyperionnal, Hősök Csarnokával, egyebekkel folytatni. A naplók jók, levelek jók, de ezek ilyen személyesebb dolgok, ezeket lehet később. De a nagyon szakrális és nagyon egyetemes műveket, ezeket tessék szíves, mert fogy az idő, és fogy az értelem. Egyre kevesebbet értünk, hogyha nem gyakorlunk, és nem frissítjük vissza a tudatot. Meditációval kapcsolatban szeretnék kérdezni. Olvastam Sun Tzu-mesternek a Szent irány című művét, és ott nem ír sokat a meditációról, abból a szempontból, hogy a formáját leírja, hogy milyen ülést kell felvenni, de nem tudom, hogy mire kell figyelni közben úgy igazán. Tehát azt tudom, hogy a légzésre, de azon kívül esetleg, vagy hogy tartsunk magunkban egy kérdést egyáltalán. Ilyenkor szoktunk mondani, hogy gyere vissza holnap, de amellett, hogy azt mondom, hogy holnap 9-től 12-ig adott helyen lesz vérbeli meditációs tanítás igazi meditációs párnákkal ülve. Emellett azért el kell mondanom, hogy a meditációnak a technikai... Pátran, Vili, most tisztíts ki a tüdődet, aztán folytatjuk. Okay. A meditáció technikai részét nagyon ritkán írták le. Nem azért, mintha olyan titkos lenne, de... Az alapok azok nagyon világosak, viszont a technika tanítása az néha egyén és csoport függő, hogy mi megy át. Okay? Itt most alapvetően egy dolgot szeretnék mondani. A meditáció technikája szükséges, de nem elégséges. A meditáció nem technika. A technika eszköz. Ebben a pohárban víz van. És mindenki tudja, hogy nem a poharat isszuk meg, hanem a vizet. De pohár nélkül nagyon kínos lenne, vagy kancsó, vagy ilyen kis csészécske. Tehát nagyon fontos, hogy legyen valami technika, de ne cseréljük össze a technikát magával azzal a tudattal, amit művelünk. Oké? Okay? Ez az első és alapvető dolog, mert akkor abba a hibába esünk, hogy elkezdünk bajnokságot nyerni légzésfigyelésből. Vagy bajnokságot nyerni a naponta elmondott mantrák mennyiségéből, és közben egónk ekkorára hízik. Ugye? Mert én gyakorlok. Mert én mondtam el 600 darab nagy dáranit naponta. Totálisan visszafelesül el a történet, és akkor óriási problémák vannak, hogy gyakorlok, de mindenkinek problémája van velem. Egyre erősebbek a véleményeim, egyre inkább igazam van, és állítólag egy ilyen éntelenebb, kicsikét egyéválóbb állapot felé szeretnék menni, de valami teljesen más dolog történik. Ez azért van, mert egy kardot, azt használtam arra, hogy az előttem levő akadályt átvágjam, hogy ha rossz oldalról fogom meg, akkor magamat is nagyon komolyan megsebezhetem vele. És mivel a dharma, a tan is teljesen üresség természetű, magyarul nincs fix minősége ahhoz, hogy használd, ezért kellenek nagyon komoly előtanulmányok, és nagyon komoly és tiszta elhatározás, hogy miért csinálod. Mert hogyha nem, hogyha ezek nincsenek meg, és nincs meg a korrekt elhatározás, nincs meg a korrekt szándék, úgy lábon lövi vele magát az ember, hogy ez borzasztó. És láttam ilyet, és azt kellett mondanom, hogy te most ne gyakoroljál egyszer egy évig. Próbálj meg normális életet élni anélkül, hogy te gyakorolnál. És nézd meg, ez karma jóga gyakorlatilag, a sorsát közvetlenül el kellett kezdeni gyúrnia ő neki, saját magának, mert a gyakorlatot teljesen rosszul használta. Ez kb. Olyan, hogyha te beülsz egy autóba, és állandóan a fának mész, állandóan lecsúszol az útról,
állandóan gyorshajtás van, baleset van, akkor menjél tömegközlekedéssel. Vagy szállj ki az autóba, és menjél gyalog. Nincs abban semmi rossz. És innentől kezdve ugye rá lehet jönni arra, hogy a gyakorlás önmagában a pohár még nem zálog a semminek. De ahhoz tényleg vizet kéne inni belőle, és nem a földhöz csapkodni, meg felvágni vele az ereinket, meg különböző ilyen kis ábrákat készíteni vele. Hát ez hú-hú. Mivel a dharmának nincs ilyen tárgyi vonatkozása, csak mentális eszközei, mantra, kérdés és tiszta hangfelfogó tudati percepció, ez a három nagy kosár van, amiről szoktunk így a zenben beszélni. Ez sokkal kevésbé megfogható, mint egy pohár. Tehát egy pohárra, hogyha így akarok írni, akkor már tudom, hogy hibáztam. Érted? Tehát akkor már biztos, hogy valami gond van. Na, ilyen gyorsan nem derül ki, hogy helytelenül gyakorlok, és akkor állandóan ütközünk, és állandóan problémánk van. No. Úgyhogy a helyes elhatározások gyűjteményét úgy hívjuk, hogy fogadalmak. Ez is egy érési folyamat, itt nem fogadalmakkal kezdünk, hanem az ember rájön, hogy jó, hogyha saját magában lefektet bizonyos alapelveket, és azokat tartja. És ez tartást ad neki. Még akkor is, hogyha nem tudja 100%-ba betartani őket, mert még nem láttam, hogy 100%-ig meg tudja valaki tartani, akár az 5 fogadalmat is ezen a földön. Valaki biztos, hogy valamilyen aspektusban, valamelyik pillanatban hibázik, de miért jó az egész? Mert felismeri, hogy a standardekhez képest, ahhoz képest, amit fölállított magában 1, 2, 3, 4, 5, ahhoz képest eltért. Na, úgyhogy nem állította volna föl a normát, akkor nem venné észre, hogy eltért tőle. Hát ez egy olyan dolog, hogy ahogy az előbb mondtam, az önmagadhoz való őszintességet nem pótolja semmilyen külsődleges gyakorlat és semmilyen mentális technika. De ha látod, hogy ebben még nem vagy igazán jó, és ezt szeretnéd erősíteni, és a tisztánlátásodat szeretnéd ugye tovább növelni azért, hogy segíts másokon és önmagadon egyaránt, akkor a gyakorlat eszközei és az itt tett erőfeszítést ezt fogja szolgálni. Tehát ezt fogja szolgálni. Tehát amilyen szándékot mögé teszel, a gyakorlat pontosan arra visz. Tehát az autó motorjának te teljesen mindegy, hogy merre viszed, az a kormánykeréknek a dolga, egyszerűen fogalmazva. Oké? Okay. Értem, köszönöm szépen. Szívesen. Más kérdés? Köszönöm. Hogy mi a... Tehát én úgy gondolom, hogy az alapvető emberi testnek nem szabad fájnia, és nem kéne betegnek lennie. Most a te tanaid szerint mikor jelenik meg a testben a fájdalom, de ez fizikális fájdalomra gondolok, és aztán majd a betegség. Ha ez nagyon megütne, az fájna? Így van. Akkor megjelenne a fájdalom. Oké, de hogy ennek van valami mélyebb, messzebbre mutató, akár karmikus, vagy bármi? Van. Van a tudat, és van a test. Az a születéskor csatlakozott. Onnantól kezdve fáj. És boldog, és szomorú, és örömteli, és fájdalmas. Ez mindaddig, amíg a lélek és a test együtt működik, ez van. A születésünktől fogva így ugye, adódik, és ez ellen nem szabad küzdeni. Fájdalomkerülő lények vagyunk, de annyit tudjunk, hogy teljesen nem tudjuk elkerülni a fájdalmat. Attól, hogy boldogságkereső lények vagyunk, már attól bevállalunk olyan dolgokat, amelyek hajmeresztőek. Betegség nagyon sokféle van, és mindegyikre rá kell tekinteni, hogy mi ez, honnan jön. Tehát egy immunrendszer, gondolati szétszórtság, érzelmi káosz, kifizetetlen számlák, leléptem a járdáról, levágta a lábam a villamos, tehát érted? Tehát ez mind-mind-mind külön van, de egy nagy gyökérre, eredetre visszavezethető, nem voltál itt. Tehát, hogyha te nem vagy itt, akkor valami ezt a jelenlétet, ezt a pillanatot el tudja lopni, el tudja ragadni. És innen indul egy csomó minden, ami aztán így szépen jön lefele. Ezt
érthetem úgy is, hogy egyfajta eltávolodás a önmagunktól? Igen. De ez önmagában azért veszélyes kijelentés, mert akkor mindenkit ilyen kis vallás és kutricába ugye be kéne tenni, hogy te csak az önvalóddal foglalkozzál, és akkor nem leszel beteg. De leszel. Korábbi karmád függvényében és a jelenléted függvényében te leszel, te lehetsz akármilyen jó ember, akkor is lesz betegség, öregség és halál. Miért? Mert megszülettél. De, hogy te milyen okokat hozol létre, és te pontosan mit csinálsz, az tényleg nagyon sok szerepet játszik abban, hogy beteg leszel vagy sem. De ez a jelenlétből és a tudat tisztaságából is fakad, és elmondanám azt a nagyjából 4-es fokozatot, amelyben a betegség ugye megjelenik, mint aprócska kis szösszenet, ez az intuitív réteg. Ezt az intuitív réteget általában nem érzékeljük. Utána van a gondolati réteg, hogy ha ezt csinálom, akkor beteg leszek. Példa. Kimegyek a hideg szélbe, sapka nélkül, -5 fokban, és a tudat, mivel érti, hogy ez miről szól, azt mondja, hogy ha sokáig mendegélek az utcán, a fagyban, a -5 fokban és az 50 km-es szélben, akkor valószínűleg torokgyuszi lesz, vagy tüdőgyuszi, és akkor a gondolat az működik. De néha erre se hallgatom, én félresöpörjük, sietek, kész, megyek. Mész, és akkor az érzelmeid megszólalnak azért, mert már valamit érzel a testedben, és ez érzelmekre, érzetekre fordítódik le, ez már konkrétabb, és azt mondja, hogy ha ezt így csinálom, tovább beteg leszek. És ez nem csak fizikai, hanem néha sokkal bonyolultabb emberi kapcsolatból eredő érzelmekre is igaz. Tehát, ha tovább folytatom ezt a kapcsolatot, akkor beteg leszek. És nem úgy, hogy ágyban párnák köszönöm, hogy állandóan szomorú, állandóan levert, nem tudok kitörni belőle, stb. És innentől kezdve lehet látni, hogy ezt a 3 réteget az ember elhanyagolja, akkor viszont fizikálisan is kijön, és akkor van gyógyszer, ágyban párnák közt, előjegyzés, várólista, öregség, betegség, műtét, varratok, és aztán a halál. Jó? Tehát ezt a 4-et, az intuitívat, a kognitívat, mint gondolati, az emotívat, mint érzelmi, és az aktívat, mint cselekvésbeli, ezeket tessék nagyon jó magadban azonosítani, hogy mikor súgtak belül. Tehát így, figyelj! És ennyi, csak figyeljél! És hogy belül az már ott van, hogy ezt nem kéne. Itt még nincs semmiféle gondolati ok és okozat, vagy érzetben, hogy már valamit tapasztalok, vagy semmiféle látható cselekvés. Csak ugye igazi önvalónkhoz, ugye legközelebb ez az eredeti, tiszta, intuitív impulzus áll, mert ez onnan jön, és még semmilyen más látható jele nincs, se belül, se kívül, csak az első ilyen kis szösszenet, hogy ezt ne. És ez csak ennyi. Ezt ne. És visszakérdez, hogy na miért? Mert beteg leszel. Oké? Egyéb kérdés? Azt szeretném kérdezni, hogy milyen tapasztalás vezet ahhoz, hogy milyen tapasztalás által lehet azt felfogni, hogy úgymond egy ember reinkarnálódhat állat testébe például. Tehát ezt gondolom, hogy gondolati úton keresztül, nem gondolati úton keresztül jutottak el ideig, mert szerintem úgy nem lehet. Viszont akkor mi az a tapasztalás, ami által jött ez a... Te azt honnan tudod, hogy ez lehetséges? Mert kéred, hogy igazoljam vissza neked valami tapasztalással, hogy egy ember állati testben is újra születhet. Nem tudom, viszont Sung Sam Mester könyvében konkrét tényként írta le, és ez engem zavart, hogy konkrét tényként ír róla, miközben nem tudom, hogy... Tehát, hogy honnan lehet ezt tudni, ezt az egész reinkarnációt? Ezt Sung Sam Zen mestertől kellene megkérdezni, hogy ugye miért mondta azt, hogy állati testben is újra lehet születni. Én egy általános értelmet szeretnék itt elmondani. Következő helyzet. Azt mondjuk, hogy eredetileg a megszabadulásnak semmiféle akadálya sincs. Ez azt jelenti, hogy a tudat akadálytalanul mehet fölfelé. De ez azt is jelenti, hogy akadálytalanul mehet lefelé. Tehát ha fölfelé nincs biztosíték és gát, akkor lefele sincs. Különben nem működne a rendszer. Jó?
Tehát ezt azért mondom, mert láthatod ugye a zen iránytűnek a megfelelő fejezetében, amikor a csak tudattan és a karma ábrát ott megnézed, hogy van a hat keletkezett birodalom, istenek, félistenek, emberek, állatok, démonok, pokollakok, ezeket úgy kell felfogni, mint egyes frekvencia sávokat. FM 1, 2, 3, AM, stb. Stb. És a tudat szokásait és karmáját követve ezen hullámsávokon átmehet és elhelyezheti magát. Ha valaki mondjuk nagyon sok állati karmát halmoz fel, akkor elvileg, de csak elvileg lehetséges, hogy állati testben születik újra. De még állat nem szólalt úgy meg csak a népmesében, hogy kedves gazdám, tudod, hogy én ki voltam korábban? Stb. Stb. Persze vannak ilyen példák, hogy szútra szerzetes, aki nem gyakorolt, egy nagy kígyó képében született újra, stb. Stb. Igen. Na, hát ezért kell saját tapasztalatra alapozni, te gyakorolsz, megtapasztalod a tiszta tudatot, a karma működését, és rá fogsz jönni, hogy ez valójában hogy működik. Tehát vannak tanmesék, vannak történetek, vannak leírások, és vannak olyan dolgok, amelyeket csak saját tapasztalattal lehet beigazolni. Nem zárom ki a lehetőségét, de engem inkább az izgat, hogy hogyan lehetne az ember fölé menni. Tehát meghaladni azt, hogy emberi testet kelljen fölvenni a karmát súlya miatt. És itt ez sokkal egyszerűbb, mint az, hogy látod, hogy az állat hogy viselkedik, de néhányszor az állat jobban viselkedik, mint az ember. Tudod? Tehát a kettő közti átmenet az számomra egy hatalmas kérdőjel, mert az nem egy minőségromlás egyértelműen, hogyha valaki állati testben születik újra, de egy valami történik. Ez a csakra, ez bezáródik. Nem tud tudatosan gondolkodni. Mert nem látja a gondolatait. Nem látja az érzelmeit sem. Most innentől kezdve látszik, hogy az állati lét nagyon más, mert nem tud reflektálni, nem tud megvilágosodni, de szenvedéstudata sincs. Fáj, meg ordít, meg minden is nem akarja, hogy meghalljon. Tehát életösztön van. De az, hogy én most küzdök az életemért, vagy a másikért, az állatok egymásért is tudnak küzdeni, nagyon komolyan. Ha megnézed, tehát ez a tudat, ez a reflektív tudat, a tudatnak ez a tere, amiről beszéltünk, ez nincs meg. Az állatok sokkal jobban viselkednek, mint az ember. Ez teljesen egyértelmű. Igen. Jó, tehát ez nem egy egyértelmű minőségromlás, ez egy birodalomváltás. De most az, hogy egyikből a másikba hogy megy át, ez az öregnek a titka, ő ezt leírta, és tessék utána menni, hogy ez hogy működik. Én ezzel nem nagyon foglalkoztam, megmondom miért, az én meglátásom szerint a két birodalom közti választóvonal az nagyon erős. Iszonyatosan erős. És azért Sun Tzu azt hiszem, amikor arról beszél, hogy nagyon sok állatot ölünk meg így naponta, ugye? Van olyan amerikai húsüzem, amely a Vágóhíddal egybeépült, napi 32 ezer sertést vágnak. Napi 32 ezeret. Az egész szövetségi 48 államban kontinensen 6 ilyen vágóhíd van. És mert ezek a leghatékonyabbak, a kis vágóhidak kivesztek. Jó, tehát tessék ennek úgy utána menni, hogy az állat és az emberi birodalmat mi különíti el, és ugye Sun Tzu azt mondta, hogy amikor ezek a tudatok felszabadulnak a testből, akkor egyen-ketten emberi alakot is ölthetnek. Igen. És elkezdenek teljesen más módon viselkedni, és bosszút állni, stb. Stb. Ezt sokkal inkább el tudom képzelni, mint az, hogy valaki büntiből, vagy valami nagyon-nagyon kemény karma következtében állati testet venne föl. Visszafele sokkal nehezebb. Mert ha már egyszer upgrade-elted magad humánba, így, ugye, frissítetted a rendszert, akkor a downgrade az nagyon-nagyon nehézkes. Senki nem akar oda visszamenni. De az, hogy egy nagyon-nagyon komoly feláramlás van egy szenvedő birodalomból, onnantól kezdve ez sokkal valószínűbb. Ő erről beszél az előszóban is, meg amikor a karmáról szó van a Tudat által teremtett valóság című fejezetben. Jó? Ezek lehetségesek, de ezzel megint csak azért vigyázzunk, mert nem mi legyünk a megmondói annak, hogy az adott emberi testben állati vagy emberi tudat van. A tiszteletes kérésem az, hogy mindenkit tekintsük embernek, aki emberi testben született. Tudom, hogy nehéz, te állat, te. Tehát értem? De,
nehéz, de próbáljuk meg, hogy aki emberi testben született, abban az embert lássuk. Mert különben nagyon nagy gubanc van. Vágós ujjba értél, Lali. De ez... Egyéb kérdés? Még ehhez kapcsolatban szó, lehet. Ezzel kapcsolatban, hogy tehát végül is az állatok is szenvedést okoznak egymásnak, úgymond, meg akár az emberek is sok esetben. Tehát például egy oroszlán egy másik állatot simán bánt. És gyakorlatilag, hogyha az a cél, hogy mindenki megszabaduljon a szenvedéstől, akkor gyakorlatilag az csak annak az állatnak a kialásával lehetséges, mert egy oroszlán soha nem válik növényevővé, ez biztos. Ez így van, ne is váljon. Nem tudnák különben a növényevő birodalmat tisztán tartani. Ugyanis nagyon nagy szemételtakarítók a ragadozók, tehát pont a gyengét vágják ki. Ott nincs hiba. Azért nem mondjuk, hogy a mi szemünkkel lát, hogy az állatbirodalom azt szenved, mert ahogy mondom, ők ezt nem tudják realizálni. Tehát bízzuk az állatokra, hogy ők hogy élik az életüket, és világos, hogy mondtam, hogy életösztön van, de reflexió a szenvedésre és a boldogságra nincs. Nem tud reflektálni, nem artikulál. Nincs fogalmi gondolkodás. Ez a sóhaj, te, ez gyakorlatilag egy Boeing 747-est átrepít az óceán. Tehát... Ilyen kis 16 kilonewton erejű. Nocsak, ekkorát tévedtem volna. Rosszul látod. Ja, ezek? Ja? Mi is történik vele? Szóval azért érdekes ez a történet, mert ha ezekben a nagyon is tünékeny, illékony és jó esetben nem materiális emberi kapcsolatokban nem teszünk bele annyi energiát, amennyit, a saját pszichénk sérül. Tehát olyan elképesztő idegesség, magányosság, egyedüllét, bizonytalanság, önbizalom, hiány, ilyen elképesztő mentális deformációk tudnak kialakulni. Nézd meg, hogy az elképesztően individuális társadalmakban ott szoktak ezek a nyavaják, rigolyák odáig menni, hogy egyszer csak elővesz egy puskát, és egy szigeten legyilkol 70 embert. Vagy egy filmszínházban 16-ot, vagy egy iskolában olyan 30-at. Tehát a skandináv és az amerikai társadalom szerkezetben rendkívül kevés közös elem van, egy viszont igen, rendkívüli hangsúlyt helyeznek az egyéni szabadságra. És az egyéni felelősségre, és az egyéni döntésekre is. Tehát az elképesztő egyén központúság, individuális társadalom olyasféle deformációkat hoz létre, hogy teljes dezorientáció, az illúziókba való beleveszés, a gondolatokkal, érzelmekkel való azonosulás, egy ilyen fal alakul ki az egyén körül, mert nincs kapcsolati tréning. És persze mondjuk, te vállalj felelősséget, meg legyél self-made man, meg ugye mindenki, ugye mindenkivel versenyez meg. Na de egészséges ez? Egy bizonyos fokig kell, amíg a felelősséged, a kritikai gondolkodás és az egyéb ugye ki nem alakul, de ha nem tudunk együttműködni egymással, nem tudunk csoportokat, hierarchiákat és egyebeket alkotni, akkor hiába vagy te nagyon felelősségtudatú, meg egyéni, meg kritikai, meg egyebek, meg kreatív, valójában az élet nem tud működni. Keleten az ellenkező irányú probléma van, ott nagyon csoportorientált az egész, viszont az egyéni felelősség az néha úgy eltűnik, mint maci a málnásban. Tehát régi anekdóta, valós helyzet, ugye a 90-es években nagyon sok nemzetközi szerzetes és szerzetesnő volt Szöulban, Vagyeszában, Sung San-Sunyi szellemi irányítása alatt, és megkértek minket a közeli iskola tanárai, hogy ugyan már adjunk így ilyen 3 hónapos turnusokban angol órát a tanároknak, nem a kis rajkóknak, nem, a tanároknak. És az egyik órán éppen én voltam a soros, és azt mondtam a házi feladat visszakérdezésekor, hogy hát Mrs. Kim, legyen szes elmondani nekem a koreai megfelelőjét annak, hogy a fa zöld. És akkor a tanarak uniszónóban 16-an elmondták angolul nekem, hogy a fa zöld. És utána koreaiul is.
És én megköszöntem a közreműködést, és aztán azt mondtam, hogy de mindemellett Mrs. Kimtől szeretném hallani, hogy a fa zöld. És uniszónóban mindenki válaszolt. És azt hittem, hogy velem van a baj, és hogy nem értik, amit kérek, de nem, ez az ő kultúrájuk volt, 1996-97, 40 és 60 közötti társaság, tehát a szocializáció az a koreai háború környékén következett be. Oké? Okay? Ez azért fontos, mert akkor Korea sokkal konfuciánusabb volt, mint most, ahol a csoportból nem lehetett kitűnni, se le, se föl, a csoportnak meg volt a hierarchiája, a struktúrája, és te ne egyénieskedjél, végképp ne légy ugye, kritikus gondolkodású, kreatív az lehetsz, de határok között, és a többi, és a többi. Eredmény, mindenki mindenkiért. De hogyha kivettél valakit a csoportból, az működésképtelen volt. Ugyanolyan működésképtelen, mint az, aki nem tud a csoporttal kapcsolatot teremteni, csak más oldalról. Figyeld meg, egyik szélsőség se jó. Az egyikben begyúrod az illetőt a csoportba, a másikban kiveszed a csoportból, és van egy ilyen teljesen elszigetelt, ilyen kis individuum, mennyi is egóburokkal jó vastagon rajta. Egyaránt működésképtelen. Tehát ami működik, az az egyén és a csoport egyensúlya. Az egyén és a társadalom együttműködése. A hierarchia és a kiegyenlítettség középútja. Na, erre kéne valahol rájönni saját családunkban is, saját országunkban is, és úgy a világon egy csomó helyen, ahol vagy eltoltuk individuális irányba, vagy eltoltuk kollektív irányba az egészet. És hogyha meg tudjuk gyógyítani ezeket az egyensúlyzavarokat, akkor nagyon valószínű, hogy a saját dolgainkat is rendbe tudjuk rakni, és vice versa, ha sajátoddal akarod kezdeni, az a családodra, az országodra, a földészedre, a kultúrádra is kihat. Ezért tessék sokat beszélgetni, ne túl sokat, de azért legyen egy kis interakció. Egyéb kérdés? Mond. Hamarosan itt vannak a választások. Te el fogsz menni szavazni? Elmegyek. Én azzal fogok szavazni, hogy egy egyetemen fogunk előadást tartani aznap, ráadásul 500 kilométerre Budapestre, és így hazafias zentanítói kötelezettségeim elszólítanak az urnáktól, és én azzal fogok szavazni, hogy csinálom a dolgomat. És mindenkit arra szeretnék sarkalni, hogyha akar szavazni, és tudja, hogy kire akar szavazni, akkor szavazzon, ha pedig nem akar szavazni, akkor nem kell. Ez most ilyen nagyon-nagyon radikálisnak, meg kicsikét ilyen bomlasztónak hangzik, de nem az. Tehát te döntesz, hogy szavazol vagy sem, és ha szavazol, kire szavazol. Én a tiszta tudatra szavazok azért, mert az fogja a minőségi változást hozni lényegileg. Az, hogy milyen összetételű parlamentet, meg önkormányzatokat, meg egyebeket választunk, ezt pártpreferencia alapján eldönteni lehet, szükséges, de nem elégséges. És én azért nem teszem ezt, mert nem elégséges. Az az elégséges, hogyha dolgozunk azokon a tudatokon, magunkat is beleértve, akik ezt az országot, a városainkat, a falvainkat, a régióinkat irányítják. És ez nem megy másképp, mint hogy előtte magunkon dolgozunk. A magunk tudatminőségén dolgozunk. Tehát én a nap 24 órájában szoktam szavazni, és az útra szavazok, a tisztánlátásra szavazok, és nem ennek a hiányára. És innentől kezdve azt gondolom, hogy a haza fényre derül, mert hogyha has, alkos, gyarapíts, de mire has? Mit alkotsz? Mit gyarapítasz? Hát azért gondolkodjunk el ezen. Jó? És akkor helyesen tudunk választani is. Magában a választási lehetőség még nem záloga, nem biztosítéka semminek. Az, hogyha lényegi változás történik, az nem a felszínen van. Az a tudatokban, a lelkekben van. És tessék választani, hogyha hiszel benne, menj el és csináld. És állíts jelöltet, és töltsd ki a cédulát, és juttasd vissza a szelvényt. Ebben se jó, se rossz nincs, csak azt ne itt, hogy lényegileg ettől megváltoznak a dolgok. Amennyi változást látsz, mint lehetséges kimenetelét ennek a műveletnek, tedd meg. Hiszel benne? Csináld. De ha nem hiszel benne, akkor csináld azt, amiben hiszel. Érted? Tehát bejött nekem ez a meghívás, és nem mondtam nemet. Nem mondtam azt, hogy hát gyereke,
azért nem tudok elmenni itten Dél-országba, ugye, mert nekem szavaznom kell, nem kell. Én volt úgy, hogy szavaztam, volt úgy, hogy nem szavaztam. Mostanában nem szavazok. Szavaztam 2002-ben, 6-ban, de 10-ben már nem. És most sem. Nem, mint hogyha kiábrándultam volna a rendszerből, csak egyszerűen azt látom, hogy nincs kire szavazni. Arra szavazok, hogy belül tisztuljunk le. Arra szavazok, hogy legyünk egy picikét önzetlenebbek, kevesebb dűvel és kevesebb kapzsisággal és telhetetlen vágyjal éljünk. Én erre szeretnék szavazni, és naponta. Az oltárnál, nem az urnánál. Más egyéb? Én azt szeretném kérdezni, hogy esetleg tudnál mondani olyan technikákat, amivel az önbizalmat lehet növelni? Igen. Tudsz te szeretni valakit feltétel nélkül? Igen. Ez az útja. Onnan fog visszajönni hozzád. Ha feltétel nélkül tudsz valakit szeretni, akkor abban az emberben megbízol. És ezt előbb-utóbb vissza fogod kapni ettől az embertől a maga módján. Nem az elvárások szintjén, hanem a tényszerű, tényleges valóság szintjén. És akkor egyszer csak az a tudat tölt el, hogy működik. Működik a kapcsolat. Működik az életem. Jól csinálom. Innen van az önbizalom.